És most. Még mindig van 1, 2, 3, 4, 5 spájunk. Ami mókás. És ugye ez 1 perces számomra teljesen értelmetlen setup time, amit nyuszi tánccal fogok eltölteni. Remélem szeretitek a nyuszi táncot, mert nagyon sok lesz a nyuszi tánc az elkövetkezendő 50 másodpercben, és ennek szerves része lesz az, hogy a nyuszi tánc szó igen sokszor fog elhangzani, mert anélkül nem nyuszi tánc a nyuszi tánc, és remélem ez annyira idegesik titeket is, mint amennyire engem, mert a nyuszi tánc jelenségnél kevés idegesítő dolgot elképzelni. Ráadásul tudomásom sem bizonyított, hogyha az ember nagyon sokszor mondja azt, hogy nyuszi tánc, egyrészt kifogy levegőből, másrészt az agysejtjei extra gyorsan bomlásnak indulnak, különben is nyuszi tánc, és ha már itt tartunk, nyuszi tánc, és nyuszi táncban ugrálok körbe-körbe, és ha még 20 másodpercig mondogatom, hogy nyuszi tánc, vége is lesz a setupnak, és elkezdhetnék érdemben játszani, ha már itt tartunk, nyuszi tánc, és minden spy-nak nyuszi táncban kell ugrálnia, mert akkor sokkal hitelesebb az átszája, hiszen mindenkit, akit nyuszi táncolva ugrálni látsz, barátodnak tartasz, és nem fogod őket spy-checkelni. Nyuszi tánc, nyuszi tánc, nyuszi tánc, végre abba hagyhatom! Na! És ez miért what the fuck volt most, hogy összintén? Ezt nem tudom. Még gondolom, hogy egy rakéta nem fog egy az egybe kinyírni. Mondhatom, ez eltalál utána Deadringer, rölgyödj el. Mert kibírom, ha egy rakéta frontálisan ütközik a fejemmel. Természetesen nem teszem. Nem tudom, hogy miért, honnan jött ez a nagyon intelligens ötletem. I have no idea. Valaki a kocsinál esetleg? Na, na, na. Haha! Nem már, hogy te kaptad a killt. Mondjuk igen, mert te ölted meg, elhanyagolható apróság. Milyen meglepő. Lemaradtam arra a pillanatra, hogy az én... Ó, oh, basszus. Cseh. De a flogisztrinétről egy kicsit... irritáló. Fogalmazzunk így. Fogalmazunk úgy, hogy nagy noob weapon. Weapon, jó van? Weapon! Egyszer akarom mondani a fegyvert és az angol elnevezését. Egy noob weapon. Fegyver. Weapon! Igen. De ez tényleg nagyon irritáló problémakör, hogy mennyire szője be az angol szavakat az ember a beszédére, mert a magyar verziók ostobán hangzanak, de a magyar szövegben beszélsz angolul, akkor meg az is ostobán hangzik. Tudom a... Humorúságon. Tudom, ilyen first world problems, de akkor is. Hát nem, itt most én voltam killstealer, csak gondoltam szépen lassan egy helyben álló snipernél a fejére célzom, hogy akkor büszke leszek magamra, hogy van egy headshotom, de mivel valaki más is lövöltözött, csak elloptam a végül testre vittem be a végső halálos csapást. Ezt hogy nem döftem? Na, köszönöm. Na toljad, toljad, ne állj meg, toljad, és akkor én itt az ajtó mögött leskelődve, vagy nevezem. De hogy fenn vagyok akadva az ajtón. Fenn vagyok akadva, ez is milyen szép magyar szó. Nagyszerű. Legalább lelőttem a heavy-t 3-4 lövéssel, mert nem nagyon foglalkozott velem. Hát ez ilyen, aki gyökér. Mindjárt lehagylak, azt észrevetted? Hát jó. Hogy játszhatsz olyan rosszul, mint én? Hát lejárt a paktumod a sátánnal, vagy? Hát jó, lehetséges. Megeshet. Nem disguise-olni akarok, hagyjatok békén. Á, miért az egérgörgővel akarok váltani? Igen, ez a hang az egérgörgő. Az igen. Na! Próbálkozunk újra? Ismét a vártára fel. Once war on to the breach, amit biztos teljesen másképp kéne magyarul mondani, mint ahogy én próbálkoztam. Na nézzük, ki kínálja a hátát, ahogy elfogyasszom. Senki. Igen, úgy látom, nem? Egy pyro az a lángszóróját kínálja nekem. De megöltem! Haha! Így egy kilométerek távolságban próbál nekem futni. És ezt annyira rosszul csinálja.
Na jó, az ölöttem, elérek a heavy-ig, de nem volt így szerencsém. Igen, ez szép. Igen. Amúgy megkérdeztetem, hogy az előbb nem volt még centring, vagy volt-e, vagy nem? Őszinte legyek, fogalmam sincs. És most egy szerintem eltűnt, hogy nem tudom. Nem nagyon lő senki. Elhanyagolható apróság, ahogy mondani szoktam. Hát nem van annyira az. Csend legyen. Azt mondtam, tehát az. Van egy ilyen érzés, hogy lehető leghosszabb útvonalon megyek, de már rég játszottam. Ó, ott van egy heavy. Csendre. Ja, nem, mert mögöttem van egy pyro. Mit csinál, nem fogi bizbaszolnál állandóan a fejemre? Köszi. Akkor még annyi pontot szerez. Annyi pontot se szerez, amennyi van nekünk. Hát második náluk, úgyhogy elég sokat. Na és most hirtelen megszaladt a köztünk lévő távolság, kellett nekem mondani, egyből összeszedted magad. Hát nem éppen terveztem, hogy összeszedem magam. Még az a szerencsé, hogy nem csinálok belőle presztízs kérdést, igaz? Hát, akár. Na, nyíki ajtó. Ja, hogy ez a bázis, fogalmam is, hogy hol vagyok és mit csinálok a felben, mert ha ez eddig nem tűnt fel nektek esetleg, akkor ott tegyem mindennél nyilvánvalóbbá. Jó, kinyírtátok egymást, gratulálok. Hát, te miről beszélsz, milyen egymásról? Nem mindketten felrobbantatok? Hát, tudod, erre való Deadringet. Jó, hát, jó. Azért vicces, hogy az az ellenfélnek a megtévesztésére van, és téged tévesz meg. Csaját tapad. Nagyon megy nekem ez a beszél. Igen, abban mindig is jó voltál. Hát most... De jó, hogy figyelj, a felosztás ebben a videóban az, hogy te mutatod meg, hogy hogy kell Team Fortress-ezni, amiből nem látnak, hogy ó, mid-air, pyro kill, olyan büszke vagyok magam. Tehát te mutatnád meg, hogy hogyan kell Team Fortress-ezni, amiből úgyse látnak majd semmit, én pedig pofázok. Amit meg úgyis hallanak. Tehát ez egy nagyon jó és egészséges felosztás. Viszont ez most fordítva mixi. Na. Na, megijön utánam a flog is, barom. Ilyen vagy lepő. Egyszerűen... He just can't get enough of me, ugye vele. Ó, HP. Halleluja. Ja, hogy ez egy ellenséges fáj. Erre igazán rájöhettem volna. És nagyon ügyesen véletlen unclockoltam. Arról ennek... a bizonyos dolgra nem akarsz beszélni, amit elterveztünk? Hát arról szerintem, hogy akkor beszéljük, ha már meg is van. De maradjunk annyiban, kedves nézők, hogy mi elterveztünk valamit. Aha. Hogy mit azt egyelőre fedje jótékony homály minden esetre. Ha szeretitek nézni, hogy szenvedek és anyázok, akkor ezt szeretni fogjátok. Ezt garantáljuk. Szóval én is. Ja, és hát sajnos te is része vagy. Hát, két player módon persze. Igen. De annyit elárul, hogy K-val kezdődik és U-val végződik. És nem, és semmi köze a... Két szó U-val végződik. És semmi köze a boxhoz. Igen, tehát nincsen benne K-o. Igen. Viszont szenvedés annál több. Annál több bizony. És aki rájön, annak nem tudom, szóbeli gratulációmat küldöm, mert meg lennék lep, ha rájönnétek. Jé, majdnem utolsó vagyok. De jó! De jó! Olyan büszke vagyok magamról. Ja, őszintén szóval lehetett volna szarabb is, mint az első körben láttuk.